Fennállásának 71. évfordulóját ünnepelte Észak-Korea hétfőn, és a korábbiaktól eltérően ezúttal az Egyesült Államokat bíráló plakátok és jelszavak nélkül. Az ünnep alapvetően nyugodt körülmények között telt, azonban Pjöngjang továbbra is szembeszegül az ENSZ biztonsági tanácsának a ballisztikus rakéta kísérletekre vonatkozó tiltásával. Az elmúlt hónapokban több rakétatesztet is végrehajtott a kommunista ország. Legutóbb éppen ma lőtt ki két rakétát. Ezzel folytatjuk, Barna. Köszönöm szépen, Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi docense. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a kis reggeli rakéta kilövéshez valószínűleg nem tudjuk még, a dél-koreaiak sem tudják, hogy pontosan milyen volt. Azt lehet tudni, hogy nyugatról kelet irányba, és megint Japán felé a tengerbe csapódott. Hát, Kína fele nem szoktak lövözni. Nem, oda nem, az nagy baj lenne. Ez se jó persze, de... Hát május óta, májusban újították fel a rakétakísérleteket az észak-koreaiak, azóta több mint 70 rakétakísérletet végrehajtottak, tehát ez nem egy egyedi, nem ma történt az áttörés, inkább a májusi fordulat volt érdekes ebben az ügyben. Visszatérve az államalapítás 71. évfordulójára, a külsőségek azok semmiben nem különböztek a korábbiaktól, de nem volt olyan harcias retorika, nem támadták az Egyesült Államokat, olyan, mintha visszafogottabb lett volna, bár az észak-koreai vezető Kim Jong-un azt mondta, hogy ő kész a tárgyalások további folytatására, a leszerelési tárgyalásokra. Lehet, hogy megint lesz egy új Kim Jong-un Donald Trump találkozó? Hát ez elképzelhető, ez valószínűleg azon fog múlni, hogy Donald Trumpnak a kampánystábja úgy számol, hogy ez pozitív lenne az elnökválasztási kampányra, vagy negatív lenne. Itt ugye több dolog is közrejátszik abban, hogy most nem volt olyan nagy csinadrata Észak-Koreában. Egyrészt két nappal az évforduló előtt egy tájfun sújtotta Észak-Koreát, öten meg is haltak, és ilyenkor nem lehet ilyen nagy plakátokat, egyebeket kitenni, mert elfújja őket a szél. Másrészt nem kerek évforduló van, általában kerek öttel osztható évfordulókon szoktak nagy felvonulásokat tartani. Tavaly volt ugye 71. évforduló, akkor hatalmas ünnep volt, bár egyébként a várthoz képest akkor is visszafogottak voltak. Hát most pedig nem kerek évforduló, tájfun, ráadásul éppen most abban a szakaszban vannak, hogy valóban felajánlották, hogy esetleg tárgyalnának a denuklearizációról, úgyhogy ebben a helyzetben úgy gondolták, hogy jobb nem provokálni a külvilágot. Formálódik ott egy védelmi együttműködés. Most a ködös hadgyakorlatra gondolok, az Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán vagy Ausztrália részvételével. Ennek mi lehet a célja? Egy ilyen arra a helyzetekre szervezett NATO valami, hát nyilván nem NATO, mert nem így fogják hívni. Ugye dél-koreai, amerikai hadgyakorlatok már évtizedek óta vannak minden évben, éppen ez az északiaknak az egyik fő követelése. Akkor szoktak előtte meg utána igazán rakétákat lőni. Igaz. Most Ausztrália, ugye Japán is amerikai szövetséges, Ausztrália is, de az, hogy egyfajta ilyen valódi többhatalmi szövetség kötődik ott, vagy kezd kialakulni a térségben, ez hát egyrészt szól az észak-koreaiak elriasztására, másrészt pedig azért valószínűleg inkább Kínának szól, mint Észak-Koreának. Van ott egy szigetcsoport, melyen nagyon sok ország osztozik, ez a bizonyos Vanguard Bank. Ott 6-7 ország is többek között, Kína, Tajvan, Vietnám. Most azért akarok ide kiukadni, mert 1988-ban ez már katonai összetűzéssé fajult Kína és Vietnám között, hát nincsenek egy súlycsoportban. Most is valami ilyesmi készülődik? Hát én a vietnámiakkal azért nem húznék újat, tehát a legutóbbi kínai-vietnámi háborút inkább a vietnámiak nyerték meg 1979-ben, természetesen azóta változtak az erőviszonyok, de pont azért látszik kialakulni egy ilyen nagy Amerika vezette összefogás, egy hát ilyen NATO, vagy egy ilyen kelet-ázsiai NATO-szerű valami, hogy Kínát egyensúlyozzák, és bizony ennek az összefogásnak esetleg Vietnám, sőt, akár India is része lehetne, legalábbis az amerikai szándékok azok, hogy ezt a két azért katonailag nem gyenge országot bevonják. Milyen energetikai kincseket rejtott a tenger mélye, amiért most több ország is belendült? Évek óta megy ez már, csak most valahogy megint kiélesedett? Hát a dél-kínai tenger alatt, itt nagyjából egy akkora tengerről van szó, mint a földközi tenger, tehát ez nem egy kis tenger szakasz, földgázt, illetve némi kőolajat sejtenek, illetve valamennyi van, és nincsen teljesen feltárva éppen a bizonytalan helyzet miatt, hogy mi is van itt, de nem is a természeti erőforrások a legfontosabbak, hanem az, hogy erre viszel a világ legforgalmasabb kereskedelmi útja, a világ
világkereskedelem nagyjából 50%-a a Dél-Kínai-tengeren halad át. Aki ezt a szakaszt uralja, az uralja Kína, Japán, Dél-Korea külkereskedelmét. Egyesült Államoknak itt milyen szerepe lehet? Már csak visszautalva a közös hadgyakorlatra. Ugye az Egyesült Államok az egész világon a tengerek szabad hajózhatóságának a garantálójaként lép fel, itt is megpróbál így tenni. Ez itt ebben a kelet-ázsiai kontextusban egyértelműen Kína ellensúlyozásáról szól. Arról szól, hogy megmaradjon az Egyesült Államoknak minden eszköze arra, hogy adott esetben egy nagyon súlyos konfliktus esetén Kínának nagyon komoly károkat tudjon okozni. De ott az országok egy része ide, másik része oda húzhat. Olvasom, ha igaz, hogy Kambodzsa titokban 30 évre kölcsön adta az egyik hadi kikötőjét Kínának, és ott meg is vetette a Kína lábát. Na most ebből mi lesz? A dél-kelet-ázsiai országok megosztottak ebben a kérdésben. Akiknek van területi követelésük a dél-kínai tengeren, azok azért alapvetően Kína ellen vannak, ebben a kérdésben legalábbis. Az olyan országok, mint például Kambodzsa, akinek nincsen köze a dél-kínai tengerhez, és nincs ott katonai követelése, illetve például Burma vagy Laosz, ők pedig ebben a kérdésben inkább Kína szövetségeseinek számítanak. De itt egyetlen az érdekek dominálnak, hát nekik nincsen keresni valójuk a Dél-Kínai tengeren, nincs is arrafelé tengeri kijáratuk. Köszönöm szépen!